Na hadi. Itt vagyok a Veluxnál. Jaj, majdnem a Mont Blanc lábánál. Aztán most gyalázunk vissza befele Franciaország felé. 86 kilométert. És jövünk erre vissza az A40-esen. Haza! Menjünk haza! Reméljük Svájc felé, fölfelé sincsen most már dugó, mert reggel akkora stau volt. Főfele irányba, gyerekek, honnan jönnöj. Menetszint megvan. Öröm bódottá. Ja. Várj, ez a játszós szemüveg. Ez nem jó. De nem látunk. Így, azaz. Sziasztok! Tök aranyos cuki, csoki csaj volt. Most mit mondjak, afroamerikai? Azt nem mondhatom, mert nem amerikai. Most már négert se lehet használni, mert már arra is megy a sértődés. Az ember ilyenkor legyen okos, mit mondjon, baszki. Csoki csaj kész, ez olyan aranyos szerintem. Hát aki meg megsértődik rajta, az így járt. Nem érdekel. Nagyon édes volt. Vigyorgott, mosolygott, segített. Mondta, ez arra, az arra, itt tudsz fürdeni, ott van vízi mellékhelyiség. Meg vigyorgott egyfolytában. Kapcsoljuk, mert nekem ne dobálja ki üresbe. Elférünk. Elférünk, jó van. Te is aranyos voltál. Húzódott. Mondjuk csak a sajátját fejtette igazából szerintem. Nem az, hogy annyira segíteni akart. Új, baszki. Jó, megcsináltátok a járdát, hallod. Maradt 2 centi, meg átlóg félig a másik sávba. Na, úgyhogy... Semmi küzdelem a hazamenetelér, meg amúgy se. Fejtem irányítót, azt mondja, 28-ára vagy hazamenős. 27-e van, kaptam is a magyar melót. Elsőn vagy másodikán kell lerakni, ez még kérdéses, mert az üzenetben mind a kettő benne van. Fejlétben másodika. A leírásban meg első. Most 1400 kilométert holnapról, holnap utára nem igazán fog tudni megcsinálni, mert ma már nem nagyon tudok menni. Szerintem, hogy attól függ, mennyire fogja megpakolni az autót. Az út végén forduljon balra. Hát nem is érdekel. Ó, sas, figyelj, vagy sólyom, mit tudom én, menj arrébb, nem akarlak elütni. A kamera meg nem tudom, hogy mennyire fog jól állni, mert hát eltört ez a rögzítő csavarja. Azt a kurva, az semmi szalagkorlát, az ott a szakadék, hallod. Forduljon balra. Ez a kereszteződés is ám aztán gyönyörű. Forduljak balra. Na most ki kell tenni erre. Hogy belássam, hallod. Na, akkor most eljövök. De kifért. Szép, mi? Na. Úgyhogy meglátjuk. Meglátom, mennyire tudok haladni. Mondjuk a Mont Blancon át kéne menni. Azt még itt fényes nappal fel akarom. Benni? Bár... Szép eltakarítottad, fiam. Bár... Úgy is van már róla felvétel, úgyhogy... Kb. Fölösleges lenne még 27-ére is. Most nincs rajta súly, nagyobbat fékez.
Ja, nem is kellett balra indexelni, mert nem itt megyünk fel a pályára, hanem erre megyünk fel a pályára. Elfértél, jó van. Párizs, Zsenév irányába megyünk. Ígyni. Ez mindenki, amit a kanyardósáv? Derék. De legalább van. Figyelj, ez a lényeg. Azt a jó Isten, mennyien vagytok. Baszki, mint az oroszok. Köszi. Bácsi, de rendes volt. Hát azt írták az üzenetben, hogy felrakás 9-től délig, 9-15 van, mire odaérek 10 óra, 4-11. Hát ha nincsenek sokan, csak megrakja az autót. Vagy nem. Tudja franc. Na. Megint egy szép vidékre értünk. Van mit nézni. Ágyvidék, gyerekek, ágyvidék. A 70-es táblát meg illő betartani. Ó, ma ott villog is, hogy ha esetleg elfelejtenéd. Azért alárakja a teherautót. Biztos, hogy biztos, de azért sok okos, az lefékezi a személyakút is 70-re. Mert úristen, villog a 70-es! A többi már nem lényeg, azt nem veszi észre. Egy kilométer hosszú viadukt, azért ez is szépen. Hát a Millói az mindent visz. Azé, az mindent visz azé. Hú, basz. Áj, a GoPro meg már nyomja a homlokomat. Szeretek erre járni, hát és az a baj, hogy már sajnos több mint másfél éve nem voltam erre, vagy körülbelül annyi. Na, nyílgáz 85. És itt meg süt a nap mögöttem, meg látjátok milyen izé felhő van. Látjátok? Biztos látjátok. Ott, tükörbe. Meg hóvihar van, baszki. Örülni fogok, hogyha nem tudok hazamenni ezzel a fuvarra, mert lezárja a Mont Blanc-t. Meg mondjuk a szlovén is korlátozást vezet be, hogy nem mehet be az országba 7,5 tonna. Fölötti jármű. De leszarom, hazafele áll az autó, úgyhogy... Nem érdekel semmi. Kajám van, ruhám van, vízem van, mondjuk arra lehet rá kell tölteni majd. Azé, biztos, ami biztos alapom. Majd kiderül úgyis. Bár mondjuk már tegnap estére, hétfő estétől mondta a szelet meg a orhó esést. Most már kedv van, meg ugye mára inkább jobbára, csak hogy tegnap estétől kezdve. Hát reméljük, hogy ma kipotyogja magát a hav. És mire én odaérek, hogy magyar határ, vagy esetleg olasz-szlovén határ, addigra már ilyen szép napsütés lesz arra is, meg száraz aszfalt. Azt nem mondom, hogy ott se legyen hó, mert az nem érdekes az aron. Meg a kupacba áll az út szél, engem az se érdekel. Csak a sáv. Ahol legyen száraz, meg el legyen takarítva, aztán cső. Jó.
többi nem érdekel. A többi nem számít. Ilyenkor ma annyira jó kedvem van. Bár az, hogy decemberben otthon voltam egy hónapig, azért az sokat számított, mert... Most üzenet volt, biztos, mert világít a kijelző. Sokat számít, mert... Januárban is úgy hazamentem 3 hét után, hogy már eltelt. Még maradtam volna. Meg most is úgy eltelt ez a 3 hét, hogy még maradtam volna. De azért biztos, biztos, ami biztos, menjünk haza. Az a biztos. Főleg most már, hogy elhintették, hogy megyünk, most már akkor nehogy elvegyék nekem a munkát. Ráadásul Tatabányán kell lerakni. Ho-ho! Hát itt mi volt itt? Valami lehajtó volt régen? Valamit volt, ami lehajtó régen, figyelj. Ez már ezt is lezárta? Na? Ott a mi lehajtó. Ott meg úgy, ja, az nem felhajtó ott, viszont... Már nem nagyon kell itt közlekedni lassan, baszki, sehova. A parkoló meg kiürült. A vidék meg szép, bár ez inkább havasan lenne szép, csak akkor félek, hogy én itt sem tudnék közlekedni. Most erősen gondolkodom, hogy mivel van időm erre a fuvarra, lehet megállok itt majd a Bonnevillik úton, és remélem, hogy éjszaka rám szakad az ég, ilyen fél méter hó leszakad, nem engednek ki a pályára, lezárják a Mont Blanc-t, az alagutat, azt akkor én úgy elmegyek itt túrázni a hegyekbe, hogy még el is tévedek. Az milyen szép lenne a Mont Blanc-on túrázni itt. Havas Mont Blanc-on. Az... Ugye, Nagyi? Az lenne szép. De nem, inkább fölveszem így fényes nappal, szerintem átmegyek olasz oldalra. Biztos, ami biztos. Ezt menjünk haza a vérbe. Ráérek Szlovéniában megszorulni, mint fingagatyába. Próbálom nem mozgatni a fejem, meg nem pofázni annyit, hogy inkább a tájra figyeljetek. Csak hát ugye a DAF laprugós elől azt úgy pattog, mint kecskeszer a deszkán. Vele együtt én is ilyen... A tér minden irányába. Mozgok. De nem akar előzni most senki. Jó, a srác is besorolt. Senki. 70-es tábla. Adjuk az emelkedőn meggurulni. Így van. Nyomunk egy tempomatot és összeszedi magát. Mire összeszedi magát, az csak 70-nel fog gurulni, úgyhogy nincs gáz. Na haladjál, öcsém. Azért 70-re menjünk. Az előbb is az alagútban a külső sáv volt lezárva. Érdekes volt a kamion alagútban a belső sávban menni, egyébként fura volt. Olyat sem csináltam még. Kivéve egyszer, mikor itt szintén a Mont Blanc-on, de még olasz oldalon. Az egyik alagútat lezárták, mert lerobbant egy kamion, az futkározott a rendőr, mint a hülye kalimpába, hogy bele ne menjünk, rohadjunk. Na, itt is beázott szerintem összel. Na mindegy, ezt akkor ott a belső sávban mentem, de ugyanez volt, hogy kibójázva. Már nem volt, de
piros X még ugyanúgy ott van, tehát le van zárva a sáv maga. Azt én meg ugye nem mertem kijönni, hát a túlót ugye egy kanyarba volt. Most a belső sávból kijövök egy lezárt sávba, hát most... Azt egyszer csak fölbukkan előttem egy munkagép, akkor az úgy szép lett volna. Alagútban, főleg. Mondani nem kell, ha kijöttél az alagútból, az a korlátozás vége. Is, hiszen ha már elszedte a bóját, akkor ott már csak azért nem engedi az előzés, meg azért tartja zárva azt a sávot, hogy ne kezdjen mindenki az alagútba rángatni az autót. Mert abból bizony igen, igen nagy gondok lehetnek. Én is akkor nézek bele a jobb oldali tükörbe, amikor beúsztam a sávba. Okos vagy, fiam? Franciaország elég sok színű, úgyhogy alapból elmondható, hogy az autópályán sem lehet unatkozni. Előre próbálok nézni, mert itt azért nem kéne leszédülni ebbe a mélységbe. Na, te fiú, azt mondod, a 80 jobb? Nekem jó? Utálunk a DAF-ba, hogy hagyja rágurulni az autót a másikra. Utána meg, amikor utoléri és érzékeli, hogy sokkal lassabban megy, akkor még puff, beleáll a fékbe valahogy. Nem tudom, hallod. Jó, hát... Holland. Betépve nehéz autót összerakni. Na, 16 kilométer és ott vagyok. De jó! Tiszta, szuper!
jó, azért a 75-től viszont kezdek megfeszülni. Az már nem kompatibilis az én idegrendszeremmel, főleg hazafele irányba. Jó, tudom, ez nem a hazafele irány, mert menjünk fölfele Párizsnak. Lyon fele megyünk elsődlegesen. Mondom meg, ugye már Párizsba megyünk fölfelé. De a hazamenős fuvarért megyek, és elérjük majd vissza. Remélem a GoPro, hát mondjuk amíg rakodok, szerintem fölteszem töltőre. Ha megint lemerül, kiszedem a kártyát belőle, aztán kihalágom az ablakon. Múltkor is ott a csövet mikor rakották, basszus, egy csövet kiemelt a faszikám, azt utána jött a lényeg, amikor már hármasával emelte ki. Hát azt már nem tudtam fölvenni. Hát azért jó az a GoPro. Gondolom. Na, itt figyeljed? Mindjárt. Amikor az a baj, előttünk van ez a szarkupac. Kajmarsen. Nem fogtok annyira látni mindent. Próbálok előrébb hajolni. Itt elmegyünk a hegyoldal szélén. Hát ilyen hídszerű cucc. Végig. Itt egy böszme nagy viadukt, és oda bemegyünk a hegy oldalába. Itt a hegy magasságának a közepén. Ott a két alagút figyeli. Gondolkodtak, Jóskán, merre menjen az autópálya? Erre jó lesz. Menjünk be arra. Kész. Bevitte a hegybe. Megvan valami. Tau. Tau. Na, akkor bemegyünk a hegybe itt középtájon, magasságban. Középtájon, középmagasban. Középtájon, középmagasságban. Bár ezzel nem bír beszélni, hallod? Na, tényleg valami defekt lehet. Most jöttem ki az alagútból. Csak mondom, azt minek vegyem fel, azt közben meg elfelejtettem bekapcsolni. És megjöttünk majdnem a felrakóra. Sőt, meg is jöttünk. Itt 2 kilométer, ezt megyek le. Hát a GPS az el akar vinni jobbra-balra, mert van valami tiltás itt. A lehajtónál, balra kanyarodásnál. Csak azt ő nem tudja földolgozni, hogy az időszakos. Vagy nem akarja, nem tudom. Azt se kérdez, most miért fékez, tehát... Nem tudom. De már nem előzöm meg, hát egy kilométer, ezt itt mindjárt le is megyünk, úgyhogy... Majd megoldja a sorsát. Lehet, hogy nitroglicerint visz, mi? Nem. Másiknál már elszakadt a cérna. Szúgja ezt, leelőzi a vérbe. Térjen be az autópályán. Majd térjen be az autópályán. Ugye 50, hát ebbe belejöttem volna 50-nel, már nem menne a felvétel.
De jó, a másik 2 méteres magasságkorlátozás a személyautóknak. Fasza. Kétszer meggondolta. Biztosra ment. Ez tök jó, hogy az izé teherautók parkolójában is ezek a szarok állnak. De ha te állsz be teherautóval a személyautó parkolóba, akkor mindegyiknek sír a szája. Ott van a 7 és feles tábla. Érdekel, mert reggel is eljöttek a kamionok, úgyhogy valószínűleg időszakos tiltás. Köszi. Hogy este ne gangolj végig a városon. Azt nem értem, hogy... Akkor miért nem... Hoppá. Ja, hogy olyannal felé ne menj el. Hanem akkor az autópályán menjen el itt a főúton, a városokon keresztül csörtetve. Csak akkor azt nem értem tényleg, amit akartam mondani, hogy miért nem a körforgalomnak azon kijáratához teszi ezt a rohadt táblát, hogy teherautóval vagy 7,5 tonnába bajtani tilos. Nem, már ne gyere be az ipari parkba. Első kijárat, majd megérkezett az úti célhoz. Na bátya. Zsír. Ilyen furán. Jó, téged nem foglak megvárni, baszki, míg onnan ide érsz. Felejtsd is el, csin. Nem tudom, hogy ide le lehet-e rakni, vagy nem ide kell lerakni. Az ön parkolósnak tűnt. És egyenesbe beállt a tudjás. Na akkor becsattogok bejelentkezni, aztán majd mondja még rámpa. Jaj. Na. 3 órája itt állok a rámpán. Most már megebédeltem. Nem csak is a szám széle, vagy kakaós, vagy akármilyen jó van. Talán nem. Vagy de. Mindjárt megnézem, várja. Elégessük már magunkat. Nem. Jó van. Na. GoPro-t közben feltöltöttem. De most megint át kell mosnom ezt a műszerfalat. Na. Akkor délutáni mozi. Köbben délután 2-ig úgyse dolgozik. 12:50 van. Ajtó nyitva. Pótkocsi rendben, ami problémája volt, azt elmondta, más nem mondott, hogy megoldja a rakodást. Én nem foglalkozok vele. Trópusi vihar. Ez jó film, de már most néztem meg nemrég. Man unalmas, man. Még egyszer nem nézem meg, úgy szevasz. Törlés. Vágják, hogy tényleg hülye, hiszen videót is vághatnék. Átúrót majd otthon vágok a nagy gépen. Moszkva tér. Lehet megnézni a Moszkva teret. Sőt, biztos. Végre már valami hazai cuccot, mert már 3 hete kim vagyok. Abból 2 hét ezeknél a nyomorékoknál belföldezés. Megraktam egy bútot, fölvittem Kaléba.
ment tovább Angliába, azt elvitte az angolos, én átvettem tőle egy másik pótot, azt hoztam vissza Franciába, ezt oda-vissza, oda-vissza jártam. Ez már kicsit sok volt a Franciából így a két hétbe. Befutok WC-re, aztán indul a mozi. Na, faszikám, jön is ki. Jó van, ezért érdemes útba menned. Na, még mindig úton vagyok hazafelé. És most itt vagyok a B12-n. Azt mondta az irányító, Zuben felé menjek. Hát akkor Zuben felé megyünk. Itt Münchentől. Hát nyomokban autópályát is tartalmaz az út. Néhol van A94-es, de hát az annyit ér, mint halottnak a csók. Úgyhogy szépen 60-nal átszütymörgünk. Hát jó van, hogy meggurul, de még nem olyan vészes. Már fölveszek ilyet is, nem mindig csak az autópálya legyen. Bár tegnap ott az A5-ösön kerültem egy dugót, a hála az új GPS-nek. Aztán, hát ott nem nagyon akartam már fölvenni a kamerát, mert de hideget fúj. Azt a jó istenit. Szóval elég nagy volt a forgalom, de mondom, ez megoldotta a dolgot. Úgyhogy kikerültem egy 18 kilométeres dugót. Hát, igazából belevitt volna, csak mentem a többiek után, hogy ők mégis merre mennek. Ezt akkor úgy megoldottam, hogy ne megyek bele a közepébe. Szóval egyel későbbi felhajtó mentem vissza az autópályára, ahol már nem volt dugó. Aztán Pforzheimnél is volt egy dugó, de ott így, így simán, itt később ajba így mentem keresztül. Nem volt nehézség. Hát ennyi volt a történet, aztán így más nagyon nincsen. Hogy csöndbe leszek, nézzétek a tájat. És fölhúzom kicsit. Szemből nézek, mint a jó gyerek, hogy hogy néz ki a fejem. De nem baj. Na, jó mulatást. Thank you.
mindjárt felérünk már az A3-asra. Mennyi magyar jön basszus szembe idegen rendszámos autókkal? Most is így nézem német rendszám, azt épp hogy eljött mellettem az autó, láttam, hogy ott a magyar zászlós kis névjegytábla itt a sarokba. Na mondom, már mindegy Johnny, mert valami Johnny volt ráírva, úgyhogy szevasz Johnny így utólag is. Cső! Na hol az a felhajtó? Ott a felhajtó. Jól van, meg lesz, fölhajtunk az autópályára. Így. Tudom, ott volt a megállás helyét jelző vonal, de ha ott állok meg, akkor mögém nem fér már be senki a sávba. Te meg gyere már, baszki. Bekanyarodni úgyis itt kell. Bánni a gázpedállal, baszki, mert na jó, még mínusz 7 van, de ó, ez az, de rendes vagy, akkor is meg tud csúszni. Köszike, rendes volt a fiú, nagyon rendes volt a fiú, szavasz bátya. Na gyerekek, rongyolunk befele mindjárt Osztrákiába. Azt örülünk, mert az a mai célállomás, ha nem, majd bemegyek Magyarországra, nem mosom Magyaróvára, hogy ingyen álljak. Haha, persze, nem vagyok én a saját pénztárcám ellensége. Szépen, itt alszunk, kint. Jaj. Aztán majd holnap reggel megyünk tovább Tatabányára lerakni. Baszki, hogy nem bírok beszélni már teljesen. Lehet, hogy tényleg valami agybajom van. Tényleg ki kéne vizsgáltassam magam. 146.413 meg 3 az 416 általában. Igen. EU-tos kolléga, szavasz. És mondjuk 9.20-kor érünk oda. Ja. Ez ilyen. Mit csinál ott? Miért, baszki? Kirakta a trafit? Valamit ott szenvedett vele. Valamelyik alkatrészével. GoPro biztos jó, nem? Már levettem az előbb, mert már nyomta a fejemet. Na jó, annyiból igazat adok, hogy ráértem volna itt 60-nál felirogálni a kilométert. És itt a Duna. Megérkezett az úti célhoz. És átléptünk Ausztriába.
kollega, micsoda Mercedes-szel. Szépen. De oldalt mindig van valami néznivaló. Ilyen izék. Mondjad már még, túlméretesek. Bírom őket nézni. Egyszer én is úgy meghajtanék egy ilyet. Otthon valami jó szar szűk helyen, ahol kell vele manőverezni, lavírozni. Az az igazi. Na jó reggelt. Még közben majd értem. Tatabányára. Lerakottunk. Reggel 6:50 van. Irányító még otthon. Reggelizik. Tegnapi utasítás az volt, hogy üresen be a Nagykörösire, aztán gó haza. Hát tök rendesek itt a... az őrök ott elől, meg itt a fiúk is az irodába. Tiszta jó volt itt, ha lennék kicsit. Na, itt már minek kapcsoltam be a GPS-t, azt se tudom. Mindegy, dugókat figyeljem azért. Hát, ha kevésbé kapok idegbajt. Hát nem tudom, azért meg csak nem szólnak, hogy itt bent. Megy a kamera. Hát most olyan nagy gyártitkot én nem vettem föl, csak azt, hogy kijövök az udvaron. Majd forduljon balra. Na, srác még benézett hátra, úgyhogy... Ja, hülye, ezt ne húzzam le. Forduljon balra, majd az út végén forduljon balra. Úgyhogy azért még ki kellett itt pattanni. Ha nem megyünk balra, benézünk a városba, mi a helyzet. Jó. Stop táblánál megállunk, mert muszáj. Na jó. Fiam, nem találsz a sávodba? De azért egy ekkora A3-as Audival azért érted. Azért azzal nem lehet nem csak úgy elférni egy forgalmi sávba. Az már egy komplet út kell. Hoppá, hoppá, hoppá. Most már elkapar. Ja, tényleg, hiszen itt is már körforgalom van. Ha benéztem volna ezt a bejáratot, akkor még el tudtam volna itt jönni, fordulni. Az utat is felújították, végre baszki, el se hiszem. Még tavaly jártam itt utoljára ennél a... Hát, AGC, elvileg, nem tudom. Göngyöleget vittem Belgiumba innen. Azóta nem jártam én itt, ezen a környéken. De örömmel konstatálom, hogy igen, fel van újítva.
Végre. Az út végén forduljon jobbra. Hát a buzavirág az továbbra is egy retek szar, ahogy elnézem. Anyádat. Román rendszámos autó. Már hozzánk is járnak románok dolgozni, de durva. Már csak külföldön láttam. Itthon még nem. Mi ez? Aptív? Aptív, ez mi az Isten? Már volt ez már Delphi, meg mit tudom én. Ez volt ez. Aj, már nem tudom, hogy micsoda hallod. Régi körzetem. De nem hiányzik. Nem is maga a körzet, hanem az a rohadt sok meló, ami ott volt.